Nagyon szépen köszönöm, tisztelt hölgyeim és uraim, egy pár órával ezelőtt itt ebben a teremben egy műhely konferenciát tartottunk, amely konferencia a Szocialista Párt média koncepcióját vitatta szakértő hozzászólók részvételével. Ennek a koncepciónak az elkészülteit az indukálta, hogy ami ma Magyarországon történik a médiában, az semmiféleképpen nem elfogadható, és hosszú távon nem fenntartható. Mi abban hiszünk, hogy az erős demokráciához az erős sajtó, az erős média tartozik hozzá. Úgy is mondhatnám, hogy erős sajtó nélkül nincsen erős demokrácia. És mi abban hiszünk, hogy Magyarországnak, a magyar nemzetnek bizony a mainál sokkal erősebb demokráciára van szüksége, már amennyiben sok esetben egyáltalán demokráciának lehet hívni a kormányzat politikai hatalmi hozzáállását. Éppen ezért tartottuk fontosnak azt, hogy ebben a koncepcióban néhány dolgot leszögezzünk. Az egyik az az, hogy mi másképpen tekintünk a médiára, mint hogy ezt a jelenlegi kormányzati koalíció teszi. A mostani kormányzó párt és a miniszterelnök egyfajta propaganda gépezetként tekint a magyar sajtóra, annak minden szegmensére, és abból a szempontból közelíti meg az ő tevékenységüket, hogy ki az, aki az ő politikai céljait kérdések, kritikák, akadályok hárítása nélkül támogatja és segíti. Ez a mi megítélésünk szerint a média szerepének a degradálása, a média szerepének a nem pontosan való megértése, vagy tudatosan félreértelmezése. Mi azt mondjuk, hogy a szabad magyar sajtó, annak a legfontosabb feladata az objektív tájékoztatás, hiszen az objektív tájékoztatás alapján tudnak a magyar választók, a magyar emberek saját maguk döntést hozni különböző közügyekben, politikai kérdésekben. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy a mi koncepciónk arra alapszik, hogy a magyar sajtó szerepe, feladata, a demokrácia erősítése, az objektív és hiteles tájékoztatás. És bizony ehhez hozzátartozik az is, hogy a politikusoknak meg kell érteniük azt, hogy nem lehet és nem szabad hozzányúlni, politikailag befolyásolni, oktrojálni politikai akaratokat a magyar média különböző szereplőire. És azt is látni kell ma, hogy bizony a mai Magyarországon demokratikus újságírónak, ellenzéki újságírónak lenni bizony szép kihívás, hogy szokták fogalmazni. Kell hozzá bátorság, hiszen nem csak a jogszabályok azok, amelyek egyfajta fenyegetésként ott vannak minden ellenzéki újságíró, hogy minden újságíró feje fölött. Igaz, ugyan nem alkalmazzák őket, de a fenyegetettség megvan a magyar média szabályozás alapján. De a másik ugyanilyen fontos probléma, hogy az ellenzéki újságírói lét manapság az elmúlt 3 évben összekötődik az egzisztenciális bizonytalansággal is. Esetleg úgy is fogalmazhatnék, hogy a létbizonytalansággal. Hiszen nem csak a jogszabályok oldaláról próbálják kényszeríteni az ellenzéki médiát, hanem bizony a forrás oldalról is. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert mind a két eszköz alkalmas arra, hogy elfolytson, visszafolytson, vagy ellehetetlenítsen bizonyos orgánumokat és újságírókat. És éppen ezért tartjuk nagyra azt a munkát, amit az ellenzéki médiában dolgozók tesznek, vagy azok az újságírók, akik mernek kérdezni, és lehet, hogy ez nem csak mai ellenzéki médiára igaz, hanem esetenként más műsorokban is, mert ez a dolga az újságíróknak, hogy kérdezzen, hogy utána menjen, hogy véleményezzen, hogy szembesítsen. És bizony, ha valakinek mind jogi, mind egzisztenciális oldalról kihívásokkal teli a munkája, akkor bizony ez igazi bátorság, igazi elszántság és igazi szakmai felkészültség kell. Erről szól tulajdonképpen ez a díj. Arról szól, hogy ki kell válasszunk egy évben díjazottakat a nagyon sok alkalmas jelölt közül, és ezzel a díjjal akarjuk elismerni és kifejezni azt, hogy mi hiszünk a demokratikus rendszerben, mi hiszünk az erős demokráciában, hiszünk az erős sajtóban és médiában, amely hitelesen és objektíven tájékoztatja a választópolgárokat,
és hogy tisztelettel adózunk és megbecsüléssel azok előtt, akik a mai körülmények között is vállalják ezt a fajta újságírást, és teszik naponta a dolgukat. Úgyhogy tisztelt Hölgyeim és Uraim, ebben az évben is megtiszteltetés a számunkra az, hogy egyrészt elfogadták a meghívásunkat, másrészt pedig, hogy megünnepelhetjük egy kicsit csúszva is, hogy a Laci mondta, de a demokratikus, szabad sajtónak az ünnepét, és azokat az újságírókat, akik a mai nap elismerésben részesülnek, ők azok, akik szimbolizálják azt a sok munkát és erőfeszítést, amit nagyon sok társuk a mindennapi életben, a hétköznapokban is tesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer azt a munkát, amit végeznek a díjazottokon keresztül a teljes magyar demokratikus sajtónak, és mindenki másnak, aki komolyan veszi a saját szakmájának a standardjait, szabályait, és eszerint éli az életét és végzi a munkáját naponta, nem csak a határokon innen, hanem a határokon túl is. Úgyhogy még egyszer gratulálnék a díjazottakhoz, és nagyon szépen köszönöm a munkájukat. Köszönöm szépen a figyelmet!